eljutottunk odáig, hogy az az új köznevelési rendszer, amivel az állam vállalja a felelősségét és kezébe vette a köznevelési intézményeknek a fenntartását, meghozza az első gyümölcseit. Most vagyunk abban a helyzetben, hogy el tudunk készíteni egy olyan országos fejlesztési tervet, ahol a mondjuk így a köznevelési infrastruktúra jelentős lépést tud előre tenni. Az önkormányzatokkal összefogva vagyunk szövetségben a tanterembővítések, új iskolaépítések, tornaterem, tornacsarnoképítések és az uszodó építések egy új lendületet vesznek. Bízom benne, hogy a ciklus végére eljutunk odáig, hogy nem lesz olyan magyar iskolába járó gyerek, magyarországi iskolába járó gyerek, aki ne tanulhatna meg úszni. Ahogy említettem, ez a központosított köznevelési rendszer előnye az, hogy most egy országos fejlesztési programot fogunk tudni elindítani. Ennek a programnak a keretében 3 milliárd forint áll rendelkezésre az új uszodákra országszerte ebben az évben. Én bízom benne, hogy a következő évben még többet hozzá tudunk tenni, és ehhez körülbelül nem egészen 1 milliárd forintot hozzá tudnak tenni az önkormányzatok önrésznek a formájába, tehát körülbelül 4 milliárd forint az, ami ebben az első ütemben a rendelkezésre áll. A tanuszodák építését most itt 23 településen tudjuk bejelenteni. Ez az első ütem, ezek, hogy mondják, ez zöldmezős beruházások, tehát tanúszod a zöldmezős beruházásokként. Úgy, és engedjük bele szépen. Úgy, bizony. Úgy, és a tesztesek engedjük bele. Köszönjük szépen! Köszönjük! Egy nagyon sok kérdés, hogy vendégeink hiszen megtörtént a Puzsonyi Tanúszoda alapkületételet.